Polgármester úr, miért volt szükség a Józsefhegy utcában a támfal megépítésére? Ez egy hosszú évek óta zajló folyamat. Egy problémát oldottunk meg, egy 5-6 éve gondolkozunk arról, hogy milyen technikai megoldást válaszunk, és most úgy gondoltuk, hogy eljött az az utolsó pillanat, hiszen az esőzések megmutatták, hogy teljesen alá már azon a 60 méteres szakaszon a József egy utat az eső, és meg kellett csinálnunk, tehát nem, volt, nem tudtuk tovább halogatni ezt az építkezést. Hogy haladnak a munkálatokkal? ütem szerűen haladnak a munkálatokkal. Tudomásom szerint egy olyan két hét múlva készen is van. Egy betontámfalat kap az egész utca szakasza, ez pontosan 60 méteres szakasz, és ezzel a betontámfallal tudjuk majd megvédeni a további csúszástól vagy omlástól. Szélesebb nem lesz az utca ezzel, de egy biztonságos közlekedésre ad majd alkalmat azon az útszakaszon. Ebben az utcában csak ezen a szakaszon kell ilyen támfalat építeni? Ilyen támfalat ezen a szakaszon kell, viszont az utcában a vízelvezetést azt a jövőben meg kell oldanunk. Mennyibe kerül a teljes kivitelezés? Ez 60 millió forint ez a kivitelezés. Azt hiszem ez volt a legjobb ajánlat, Nyilván ez volt a legjobb ajánlatunk, és nagyon remélem, hogy egy műszakileg egy jó megoldást választottunk. Egyébként a szakma nagy része ezt a fajta megoldást, ezt a technikai megoldást javasolta. Következő nagy beruházás Török Bálinton. Hát következő el. A, vagy már folyamatban van, természetesen a városközpont és azon belül a városháza, amit azért jó gazda szemével mindig megyek és megnézem. Hát, hogyha, mivel legeltetem rajta a szemem, akkor így egy kicsit gyorsabban fog épülni. Meg vagyok elégedve a sebességgel, még az is lehet, hogy határidőn belül a kivitelező át is tudja majd adni ezt az épületet. Ez a legnagyobb beruházásunk ebben a pillanatban, ez a ciklus legnagyobb beruházása.